Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Reggelente nehezen indul az autója? Cserélje le akkumulátorát az új helyre költözött lóerőmű motoros autós és akkumulátorszaküzletben. Az üzletben nagy választékban kedvező áron talál elektromos kerékpár, motor, személyautó és kamion akkumulátorokat, valamint alkatrészeket, motoros felszereléseket, kiegészítőket. Használt motorok bizományos értékesítése. Lóerőmű motoros autósbolt és akkumulátorszaküzlet új helyen, Kiskunhalason, a Széchenyi utca 83 szám alatt. Kerékpárút a határig, hamarosan átadják a tompai fejlesztést. A te jövőd, a te választásod. 25 kiállító fogadta a pályaválasztási nap résztvevőit. Influenza, hamarosan igényelhető az ingyenes oltóanyag. Ingyen wifi kis szálláson, a település legalább 60%-án lesz elérhető ez a szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hírösszefoglalóját látják, tartsanak velünk! Hamarosan meg lesz a műszaki átadás is. Tompától a határátkelőig tart az a kerékpárút szakasz, melynek befejezése néhány napon belül várható. Egy határon átnyúló szerb-magyar pályázatnak köszönhetően 8 kilométer hosszú új kerékpárút épülhet meg. Ebből egy több mint 3 kilométeres szakasz készült el a tompai határátkelő szerb oldaláig. Az utolsó területrendezések, szegélyépítések és pihenőhely kialakítások zajlanak jelenleg a Tompától a közúti határátkelőig tartó szakaszon, párhuzamosan az 53-as főúttal. Ez a kerékpárút építés a Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg, az úgynevezett IPA program keretében, Szabadka Ásotanom és Tompa konzorciumával, Szabadka vezetőkedvezményezett. Az elnyert támogatásunk az 2,2 millió euró, a teljes projekt költségvetése pedig 2,5 millió euró. Tompa város önkormányzata 640 ezer euróval gazdálkodhat, ebből építettük meg ezt a 3,2 kilométeres kerékpárutat, valamint az északi részen, telepési északi kijárójától a kiszállási körforgalomig elkészültek, el fognak készülni az építendő kerékpárutnak a tervei, engedélytervei, és későbbiekben próbálunk ezzel is pályázni, akár ebben a programban, akár más lehetőségeket kihasználva. A polgármester szerint ez a beruházás nagy fellendülést hozhat. Sokan járnak erre, nagy segítség lesz számukra, hogy már biztonságosabb körülmények között tudnak közlekedni. A kerékpáros turizmus mellett a munkába járást is nagyban segíti az új út. Ez elsősorban hivatali célokat fog szolgálni ez a kerékpárút, hiszen a határtérségében Tompa esetében nagyon sokan dolgoznak, akár itt a pszichiátriai betegek otthonában, akár lent a határ mellett található diszkontoknál, magán a határon, és jó magam is, és sokan vagyunk, akik hobbi célból kerékpározunk, és használjuk már ezt a kerékpárutat, és egyre többen fogjuk használni, egyre többen használják, ahogy látom és ahogy hallom, és azt gondolom a turisztikát is fogja szolgálni, hiszen most már közlekedésbiztonság, baleset megelőzés vagy baleset szempontjából is nyugodtan át lehet kerékpározni Szabadkára, el lehet menni Kelebiára, el lehet menni a környékbeli településekre. Kiskunhalas önkormányzata is a kerékpárút kialakítását tervezi az 53-as főúttal párhuzamosan, a most meglévő belterületi út folytatásaként egészen a kiszállási körforgalomig. A kerékpárút a vasút felüli oldalon lesz. A kivitelezési és kisajátítási tervek előkészítése van folyamatban. Ehhez kérik a egyeztetésre az érintett földtulajdonosokat. Fülöp Róbert polgármester bízik abban, hogy a közeli jövőben már biztonságos kerékpárúton lehet eljutni testvérvárosunkba, Szabadkára. A következő években lesz lehetőségünk arra, hogy pályázzunk kerékpárút fejlesztésre, és azzal, hogy kész tervünk van és engedélyes tervünk van, az a véleményem szerint az élmezőnyben leszünk a pályázók között, és bízom abban, hogy meg fogjuk tudni valósítani ezt a kerékpárutat. Valamint ugye készítünk közösen a
többi településsel, még itt Kunfehértó, Jánoshalma és Mélykúttal készítünk egy másik irányt is, ami ugye ezeket a településeket kötni össze. Szerintem a kiskolnasiak jelentős számban járnak ki nyáron Kunfehértóra is, és amennyiben oda is vezet kerékpárút, akkor azt gondolom, hogy sokan választanák ezt a közlekedési formát. Tompán ezzel egy időben egy másik nagy beruházás is a végéhez közeleg. Az elmúlt hónapok során ipari parkot alakítottak ki a településen. Az önkormányzat az 53-as főút közelében megvásárolt egy közel 4 hektáros területet. Itt 2 ipari termelést biztosító csarnokot építettek, valamint kialakították az áram- és gázellátást, rendbe tették a víz- és szennyvízellátást, és a tervek szerint a teljes ipar területet bekerítik. A projekt egy Európai Uniós forrásból készülhetett el. Vélászló polgármester elmondta, jelenleg a környezet rendezése zajlik, mindkét csarnok épületre már jelentkeztek bérlők, így bízik benne, hogy hamarosan élénk gazdasági élet indul el a területen. Az iparterület kialakításával az önkormányzat célja egy olyan zóna létrehozása, mely a település egyik legfőbb gazdasági övezete lehet. A te jövőd, a te választásod. Több mint 25 kiállító, köztük felsőoktatási és városi intézmények, cégek és vállalkozások mutatkoztak be a mai pályaválasztási napon a Bibó István Gimnázium sportcsarnokában. Az érdeklődő diákok sok hasznos információt kaptak a rendezvényen. Az intézmények előadásokkal és tájékoztató anyagokkal is készültek. Helybe jöttek a felsőoktatási intézmények, illetve több munkáltató. Közel 40 standon várták elsősorban a középiskolás diákokat a Halasi Média és Kultúra Kft. Pályaválasztási napján. A rendezvény Kuris István László, alpolgármester nyitotta meg. Kiskolás számára nagyon fontos, hogy figyelemmel tudja kísérni a munkaerőpiaci folyamatokat, amely a fiatalok jövője és egyben ez a városnak is a jövője, hogy itthon tudjuk őket tartani. A mai pályaválasztási nap azért is különleges, hiszen ismét nagyon sok vidéki egyetem, főiskola érkezett ide Kiskunhalasra, a helyi cégek, intézmények, szervezetek mellett, azért, hogy testközeli élményt tudjanak adni a fiataloknak, és ne arra szoruljanak rá ők, hogy az interneten keresgéljenek utána egy-egy intézménynek, szervezetnek, cégnek. Azt kívánom a fiataloknak, hogy a mai napból tudjanak táplálkozni olyan formában, hogy megfelelő információkhoz jussanak, és az érdeklődésüknek megfelelő irányt tudjanak kijelölni saját maguknak. Azért is fontos ez, hogy a helyi vállalkozók, cégek, szervezetek is jelen vannak, hiszen hogyha a fiatalok elmennek másik városba tanulni, akkor tudják azt, hogy itthon, Kiskunhalason milyen lehetőségek vannak arra, hogyha szeretnének és jó lenne, ha szeretnének visszatérni haza, akkor milyen úton, módon tudnak munkát és lehetőséget találni maguknak és leendő családjuknak. A pályaválasztás előtt álló diákok sok információt kaptak a különböző képzésekről. Gazdasági irányba szeretnék tovább menni, és azon belül főleg a pénzügyi számvitel érdekel. Jó lehetőségnek tartod ezt a pályaválasztási napot? Tudsz így érdeklődni, információkat szerezni? Igen, én nagyon örülök neki, mert például most is ugye itt voltunk az ELTE-nél, és olyanokat tudtunk meg, például a szakkollégiumokat, amit az interneten nem tudunk úgy megtalálni, vagy nem is hallunk róla. A felsőoktatási intézmények standjainál több olyan hallgatóval is lehetett találkozni, akik Halasról mentek tovább tanulni, és jó példával szolgálnak mások számára. Barna Szabolcs például a Dunai Városi Egyetem hallgatója. Mérnök informatikán tanulok, mint említettem. Ezután, vagyis emellett duális képzésben tanulok. Ez annyit tesz, hogy már egyetem mellett van fix állásom, és szeretnék ebben tovább is haladni ennél a nemzetközi cégnél. Ezek a rendezvények teljesen jók arra, hogy egy kicsi belátást kapjanak a diákok, illetve nálunk is például a standon tudnak segítséget kérni, hogy hova induljanak. Giesinger Péter a Szegedi Tudományegyetemet és a gyógyszerészetet választotta, és ma már az orron keresztüli hatóanyag bevitelt kutatja. Oktatói-kutatói területen dolgozok jelenleg. Nagyon szeretem Szegedet, ezért is maradtam ott, de egyébként meg nagyon nagy potenciált látok a kutatásokban, illetve nagyon nagy színvonalon folyik az egyetemünkön, illetve a karunkon a kutatás, ezért is maradtam az intézet falain belül. Milyen út vezet ide, vagy mondjuk, hogyha most felkeltett fiataloknak az érdeklődését, akkor érettség és utána? Érettségi után elkezdődött a graduális képzésünk, ami azt jelenti, hogy a gyógyszerésztudományi karon egy 10 éves osztatlan képzés folyik, amely alatt be lehet csatlakozni a különféle intézetek kutatócsoportjaiban, diákkari hallgatóként kutatásokba, és ezután választottam én azt, hogy én szeretném tovább folytatni
a graduális képzésem alatti munkámat, és így maradtam ott a doktori iskolában. A pályaválasztási napon az egyetemek és főiskolák előadásokat is tartottak a különböző szakokról, de az érdeklődők tájékoztató anyagokat is kaptak, hogy még alaposabban áttanulmányozhassák a felsőoktatási intézmények kínálatát. Érdemes kérni az influenza elleni védőoltást. A 60 év felettiek számára 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető. A várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív-érrendszeri betegségben szenvedők, a vele született vagy betegség kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők kaphatják meg ingyenesen a védőoltást, áll az egészségügyi tárca közleményében. A tájékoztatás szerint 4000 adag áll rendelkezésre a 3 év alatti, de fél évnél nem idősebb gyermekek oltására. Aki most tervezi a gyermekvállalást, annak is ajánlott a védőoltás, ugyanígy javasolt a térítésmentes védőoltás beadatása az egészségügyi intézményekben és az állattartás területén dolgozóknak. Célszerű még a járvány beindulása előtt kérni az oltást, mert a védettség 2 hét alatt alakul ki. Ingyen internetezhetnek hamarosan a kisszállásiak. Egy az Európai Unió által biztosított lehetőségnek köszönhetően mintegy 5 millió forintos fejlesztés valósul meg a faluban, így a település belterületének nagyjából 60%-án és egyes külterületi részeken is kiépítenek majd vezeték nélküli internethálózatot, amit bárki ingyenesen használhat. Az nagyon jó lesz. Így vélekednek a kisszállásiak arról, hogy a falu jelentős részén ingyen lehet majd internetezni egy hamarosan megvalósuló wifi hálózatnak köszönhetően. Ez egy 15 000 eurós támogatás, ami 5 millió körüli összegről beszélünk. Ez a kiszállási belterület, és gondolkodunk külterületi wifi pontokról is, melyel a lakosság internet hozzáférését tudjuk segíteni. Ezzel reméljük, hogy a jövőben tudunk messzebb gondolkodni más dolgokról is. Belterületen van egy 7-8 belterületi pont, főleg önkormányzati létesítményekről van szó, iskola, óvoda, sportcsarnok, művelési ház, orvosi rendelő, és a lakosság által legtöbbet látogatott és bejárt területek, ez a belterület központi tér buszmegálló, ahol ingyenes wifi szolgáltatás lesz, ez magas 30-50 megabites sávsélesség lesz valószínű, és gondolkozunk a külterületi lévő lakosságra is. Van egy Újfalu nevezetű területünk, ahol vasútállomással közelében van, ott is szeretnénk őre egy kis gondolni, ahol ugyanúgy ingyenes wifi szolgáltatásban szolgáltatnánk részükre. Az emberek többsége már hallott a közelgő fejlesztésről, és örömmel használják majd a falu nyújtotta internet lehetőséget. Nagy öröm ez számunkra, úgy gondolom, mert több helyen tudjuk kapcsolatot tartani egymással. Én is szeretek elérhető lenni a közösségi médián keresztül, a munkámmal kapcsolatban e-maileket is bárhol meg tudom majd fogadni. A településen élő fiatalok most is gyakran neteznek telefonjaikon a parkokban, vagy éppen a buszmegállóban. Örülnek annak, hogy a wifi hálózatnak köszönhetően ez a későbbiekben nem kerül majd plusz költségekbe. Pénz megtakarítás lesz igazából, mert nem a mobil adatforgalmunkat fogjuk használni, hanem akkor azt nem használjuk, és pénzt takarítunk meg, mert nem kell, majd a buszon használjuk, és akkor nem kell venni többet. A vezeték nélküli internethálózat kiépítése csak az első lépés. A későbbiekben szeretnének további fejlesztéseket végrehajtani kisszálláson. A rendszer a előzetes információk szerint bővíthető. Egyik legjobban, talán legkézenfekvőbb ez a wifi-re rátelepíthető kamerarendszer. Ez talán ez az első feladat, de utána későbben szeretnénk az automatizálásra is, eszközök működtetésre is szolgálhat, akár egy szivattyúház, akár ugye a szennyvíztelepnél egy szivattyú automatizálásában nem kell kijönni a szerelőnek, hogy megnézze, hogy működnek a gépek, hanem mivel ott lévő wifi-ről rácsatlakozik egy kóddal, és tudja jelenni, hogy a gépek jól működnek-e. Úgy gondolom, hogy ebben van nagy lehetőség a jövő informatikai rendszerében. Fokozott figyelmet és növényvédelmet kérnek a szőlőtermelőktől. Már a hajós bajai borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.
A súlyos kockázatokat figyelembe véve a NIBIH kéri a szőlő- és bortermelők tudatos és aktív közreműködését a tünetek megjelenésének folyamatos megfigyelésében, hatósági bejelentésében, a kabócák elleni növényvédőszeres védekezésben, valamint az elhanyagolt ültetvények felszámolásában. A növényvédőszeres védekezéshez a gazdák az érvényes FM rendelet szerint vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek. Várják a jelöléseket a Kiskunhalas város közművelődésért díjra. Ez a kitüntetés 3 évente egy személynek a Magyar Kultúra napján kerül átadásra. Legközelebb 2020. január 22-én. A jelöléseket ez év november 30-ig lehet benyújtani a Városházára. A díjban azok részesülhetnek, akik a kultúra és közművelődés területén kiemelkedő munkát végeztek, munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését. Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, gazdasági társaság, intézményfenntartó, alapítvány, egyesület vagy helyi érdekképviseleti szervek, illetve egyházak képviselői. További részletek és a javaslattételi adatlap a kiskunhalas.hu weboldalon érhető el. Mire figyelmeztetnek bennünket a magyarságra vonatkozó proféciák? Kik vagyunk mi magyarok, és mi most a legfontosabb feladatunk a világon? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak tegnap este a Forrás Új Tükör Klub előadására. A Sacra Hungarorum című könyv bemutatója kapcsán sok érdekes elmélet került felszínre, sőt az előadáson a közönség is feltehette a témával kapcsolatos kérdéseit. Az előadókkal készült interjúinkat a Kultúrkép magazinban láthatják majd az érdeklődők. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Kerékpárút a határig, hamarosan átadják a tompai fejlesztést. A te jövőd, a te választásod. 25 kiállító fogadta a pályaválasztási nap résztvevőit. Influenza, hamarosan igényelhető az ingyenes oltóanyag. Ingyen wifi kis szálláson, a település legalább 60%-án lesz elérhető ez a szolgáltatás. Kedves nézőink, a folytatásban az időjárás előrejelzést láthatják, hallhatják, majd a napi mozaikban a november 4-i megemlékezésről mutatunk be egy 8 perces részletet. A Beszéljünk róla magazin 7:30-kor kezdődik, ennek két fő témája lesz. Egyik az elavult gyűjtő kémények, ugye társasházi probléma. Jövő tavasztól nem lehet ezeket az elavult kéményeket használni. Mi lesz helyette? Teszik fel nagyon sokan a kérdést. Az adás másik felében pedig arról is szó esik, hogy az Otthon Melege programnak köszönhetően milyen társasházi felújításokra lehet pályázati pénzt nyerni. Hamarosan tehát 7:30-kor ezzel folytatom, addig is búcsúzom, viszontlátásra!